A kezemben levő program szerint december 15-én, tehát szerdán 9 órakor utolsó idei ülését tartja Tataváros önkormányzatának képviselőtestülete. A napirenden összesen 28 napirendi pont szerepel. Ugyanezen a napon, tehát szerdán délután 17 órakor, mondhattam volna egyszerűbben is, csak délután 5 órakor, közmeghallgatás lesz, melynek napirendje Tataváros önkormányzati képviselőtestületének 2000. évi költségvetési koncepciója, előterjesztő Hetényi Tamás polgármester, és a rendelettervezet a helyi adókról és a gépjárműadókról. Tehát utóbbi a közmeghallgatás. Ennyi fért ma esti adásunkban, holnap jelentkezünk sportkeddünkkel, szerdán pedig 9 órakor élő egyenes adást adunk az önkormányzat képviselőtestületének üléséről új adással. Jövő héten jelentkezünk ismét. Kollégáim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a rendkívüli adásnapunkon, az élő közvetítésen is, a sportkedden is, és a jövő héten is. A viszontlátásra! Estét kívánok a Tatai Televízió sportkedjében, köszöntetem azokat, akik bennünket választottak. Ma esti menünk dzsúdós sikerek, aztán labdarúgás, váltakozva teremfocival és közben egy kis kézi és foci gála. Bemelegítésül egy hír, sporthír, jó hír. December 11-én, tehát a hétvégén Szolnokon rendezték meg a serdülők súlyemelő országos bajnokságát. A TAC sportolója Kozma Edina a 69 kg-os súlycsoportban 135 kg-os összteljesítménnyel, ebben 65 kg-os szakítás és 70 kg-os lökés szerepelt, első helyen végzett és második alkalommal nyert magyar országos bajnokságot. Terveink szerint a jövő héten találkozhatnak vele. Már hírt adtunk korábban arról, hogy a TAC dzsúdósai nagyon jól szerepeltek, az ifjúsági korosztályban 3 bajnoki címet is szereztek a közelmúltban. Edzésükre látogattunk el a közelmúltban, igaz, csak 2 bajnokkal és a mesterrel tudtunk beszélgetni. Dzsúdózásra elég fény van, de interjúkészítésre kevésbé itt a TAC csarnokában. Nemrég volt Miskolcon egy országos bajnokság, már megint bajnok lettél. Milyen út vezetett idáig? Hát sokat készültem erre a versenyre. Hányadik bajnokságod ez? 7. Volt egy olyan ellenfeled, akit nem igen tudtál megszorítani, most azonban kedvezően dőlt el számodra ez a mérkőzés. Igen, egy miskolci lány volt, eddig egész évben mindig megvert, de most sikerült megvernem. Mivel? Ponttal, ipponnal? Ipponnal. Akkor igen, csak nagyot fejlődtél, ám történt veled egy kis malőr, lefelé jövet a dobogóról? Igen, mert a dobogó rosszul volt megcsinálva, és kibicsaklott a lábam, és elszakadt a külső szalagom. Bár azt hiszem, hogy minden bajnokságért egy szalagszakadás járna, kiegyeznél vele? Nem. Nem csak a judó, hanem van birkózás, a múltkor már beszámoltunk róla. Mi ez? Hát azért próbáltam ki, mert hallottam, hogy egyre több lány, judós lány elindult birkózó versenyeken, és jól sikerült nekik. Hát gondoltam, én is elindulok, és nekem is sikerült. Ebben a 7 bajnoki címben benne van már a birkózó OB is? Igen. Hát akkor jön a jövő. Mi lesz még idén, és mi lesz a következő év feladata? Hát idén már nem lesz versenyem, hát nem is tudnak versenyem. Ha csak nem diótörés. De jövőre
szeretnék a világkupán indulni, EB-ken. Hányadik bajnoki címed volt ez? Hát ez a hatodik. De az ifik között volt már? Az ifik között a második magyar bajnokim volt. Milyen út vezetett az aranyére még? Kivel kezdted? Hát kezdtem egy dózsással, mivel most sok dózsás volt a súlycsoportomban. Egy dózsással utána mentem egy bajai gyerekkel, egy barcsival, utána következett megint egy dózsás, és döntőben is egy dózsás volt az ellenfél. Névről is ismeritek egyébként egymást? Hát a legtöbbet ismertem, mivel már elég régóta együtt versenyzünk, így azért a legtöbbet ismertem a súlyomból. Mostanában egy kicsit, mintha mélypontod lett volna többször is. Nem igen szerepelt a neved a híradásokban. Mi ennek az oka? Hát ez úgy volt, hogy egy sérülésem lett a derekammal, lesérültem, és hát közel fél évig jártam orvostól orvosig, és most hál' Istennek rendbe jött még így a magyar bajnokság előtt. Úgyhogy volt egy kis időm felkészülni. Hány éved van még ebben a korcsoportban? Hát még egy éven van ifiként, utána pedig junioroknál. Ott milyen esélyeid vannak? Hát remélem jó esélyeim lesznek. Hát a mostani junior magyaron 8-9. Lettem. Mi a következő nagy versenyed? Következő nagy verseny, hát a jövő évi válogató versenyeken szeretnék helyezést elérni. Ifi és junior válogató versenyeken. És a magyar bajnokság. Ez az ifjúsági bajnoki cím, ez egyben válogatott keretet is jelent? Ha jól tudom, akkor igen. Tehát akkor egyel több a válogatott versenyzője a TASZ-nak. Igen. Németh Ferenc edzővel azt beszéltük meg, hogy ebből a versenyből 3-4 érmet hozunk a juniorról és az ifiről, a színe nem számít, mondotta a Feri. És ezt várakozás előtt, mert 3 aranyérmünket, amit büszkén mutatom, hogy egyedülálló a megyében is, és országosan is elég ritka, mert Újpest mögött és a Szajol mögött 3. helyen végeztünk a lányokkal a csapat, a 2 lányjal. A 2 érmessel már itt beszélgettünk, de a 3. nincs itt, a 3. bajnokunk, Bea. Hát Bea sajnálatos módon most olyan vegyes átigazolási dolog alatt áll, ami azt jelenti, hogy a Csík Ferenc sportgimnáziumban tanult Budapesten, és megosztva a versenyzik, tehát Tata és Csík Ferenc név alatt. Ott is edz gyakorlatilag, és péntek, amikor hazajön, akkor természetesen a szíve ide húzza hozzánk, és akkor itt is beáll egy kicsit edzeni. De az érme az tacos, az aranyja. Természetesen ez van mindenképpen. Jövőre vonatkozólag is van némi elképzelése a mesternek. Hát szeretném, hogyha minél többen lennénk, és ezt én úgy képzeltem el, hogy kibővítem a kicsiknek az edzés létszámát olyan módon, szeretném meghirdetni akár a Tatai TV-n keresztül is, hogy szeretettel várunk minden, akár nagy csoportos óvodást is, majd későbbiekben vissza fogunk térni rá, hogy milyen módon, akár szombaton, délelőttönként egy 2-2,5 órás ilyen ismerkedési találkozóval, és akkor azokban a gyerekekből később szeretném a ilyen szintű versenyzőket tudnánk kinevelni, aminek ez a 3 gyerek is volt. Az edzés után kaptuk a hírt, hogy Németh Ferenc szerződése lejárt, és nem hosszabbították meg arra való hivatkozással, mint hogy Komáromi Lajossal, az ügyvezető elnökkel tárgyaltam, hogy Németh Ferenc túl sok időt tölt a válogatottnál, nem jut idő a tacos reménységekre, különösen azokra, akik ott vannak az utánpótlás válogatott és a junior válogatott környékén, nevezetesen Esősi Ákos és Szeles Viktorra gondolok. Következő témánk a labdarúgás, szeretettel köszöntöm. Köszöntöm vendégeinket, a TASZ labdarúgó szakosztályának vezetőjét Vékony Ferencet és a csapatkapitányt Incédi Lajost. Idény végén állunk, jelenleg a 12-ek. Milyen idény volt ez? Mi volt az eredeti célkitűzés, Feri? Az eredeti célkitűzés az volt, hogy az első 9-ben kell lenni. Most jelen pillanatban 12. helyen vagyunk, de ha egy pontunkkal több van, akkor már a 9-ek vagyunk, mert a gólarányunk viszonylag jobb, mint a 9 és a 12 között lévő csapatoké. És ez magában hordozza a jó szereplés lehet, további lehetőségét is gondolom, mert itt megállt a hangsúly egy pillanatra. Lajos, milyen csapattal vágtunk neki az idény elején ősszel? Valamikor augusztus elején kezdődött, ugye, a bajnokság? Igen, augusztus elején érzésem szerint jobb csapattal, mert jött egy pár kiegészítő játékos, vagyis hát jobb játékos, Harmat Lacira gondolok, a Krüple, akkor a Határvölgyire. De hát sajnos az eredmények igaziból nem ezt mutatták. Furcsa. Holott voltak
tényleg voltak szoros meccseink, amin több pontot lehetett volna elérni, tehát több pontot szerezni. Ezt akartam mondani a szakosztályvezetőtől kérdezni, hogy furcsa sorozataink voltak. Tehát voltak olyan meccsek, amelyek nekünk álltak, aztán mégsem sikerült hozni. Ugyanakkor idegenben, bár itt tárgyaltunk adás előtt, hogy csak 3 pontot szereztünk, de nagyon szoros meccseken. Jó, az idegenbeli meccseknél végigvezettünk például Tápió Szecsön 1-0-ra, 92. percben egy 11-essel veszett el 2 pont. Szabad Egyházán 2-2-nél 3 zicserünk volt, amit nem rúgtunk be. Ez megint, ha ez a 4 pontunk megvan, akkor ma az első 7-be vagyunk, és semmi probléma nincs. Igen, könnyebben érezném magunkat. Nyom bennünket az esélyesség, Lajos? Hát, egy kicsit igen, szerintem, de hát változóna. Az esélyesség biztos, hogy nyom minket, mert itthon szeretnénk bizonyítani a hazai nézőknek, mert sokkal többet várnak a csapattól. És szeretnénk mi többet mutatni, de így jön ki a lépés. A idegenben jobban szoktunk, tehát felszabadultabban játszunk, mint Feri bácsi is elmondta, tényleg nagyon szoros meccseket vívtunk az ellenféllel, nem sikerült gólt rúgni. Ez is a bajunk, hogy kevés-kevés gólt rúgunk. Igen, viszonylag kevés gólt rúgunk, akkor beszéljünk gyorsan, ki a házi gól király nálunk? A házi gól király a Harmat Laci, tehát mondjuk abból rúgott 5-11-es gól, de hát az is az ő érdeme, mert oda kell állni, be kell rúgni. Hát a többiek 2-3 gólt rúgtak, bízunk benne, hogy ebbe a szezonba kicsit több gólt fogunk elérni. Hát tavasszal ne szaladjunk annyira előre, melyik csapat részsel elégedett a szakvezetés? Tulajdonképpen én nem emelnék ki külön csapatrészeket. Az én megítélésem szerint jobban össze kell rakni a csapatot. Ez viszont előrevetíti az edző árnyékát, az edzői árnyékot. Ez a Duna csoport az MB3-ba, ez a legerősebb. Most annyira erős, csak 2 példát mondok, hogy az elmúlt években kiesett innen a Dömsöd, meg kiesett innen a Malév. Átmentek a Mátra csoportba, vagy az Alföldi csoportba, és ott az első 6-ba vannak. Mondom, itt tök kiesők voltak. Azért itt jó futballisták teremnek? Nagyon sok a pesti csapat, vagy a Pest környéki csapat, és ez azért domináns. Most nem akarom én azt mondani, hogy a Kistarcsába, akkor másik Budakalászba kivényhet régi NB1-es rutinos rókák játszanak. Nálunk is, nem? Mert hát azért Harmat Laci az majdnem NB1-esnek hát számít. Egyedül a Harmat Laci. De alapvetően azért én azt szeretném hangsúlyozni, hogy Tatán amatőr csapat van. Itt gyakorlatilag mindenki dolgozik. Méghozzá a csapatnak a 80%-a Tatán. Mindenkinek megvan a munkahelye. A munkahely mellett csinálja, és alapvetően én azt tartom nagy dolognak, hogy itt tudunk lenni, meg véleményem szerint itt tudunk maradni. És azért mégis az a 3-500 ember, aki kijár a meccsre, szóval majdnem azt mondom, hogy Tatán ilyen nagy rendezvény nincs is, mint ez a 2 hetenként hazai MB3-as mérkőzések, és ezt igényli a nép. Jellemző arra, kim voltál a meccsen. Játszottunk az SMTK-val egy X-et, az SMTK egy jó csapat, ugye, és a közönség odahívta a játékhoz, annak ellenére, hogy nem nyertünk, hanem X volt. Így van, és én emlékszem, meg is tapsoltak benneteket. Lajos, belülről hogyan éritek meg azt, hogy meglehetősen sok csatár látszik a csapatban, jól látjuk? Meg ráadásul azt nem is akarom mondani, mert ez már sokszor elhangzott, hogy majdnem szinte mindenki ballábas. Hát az tény, hogy sok ballábas van a csapatban. Ezért Karcsinak volt egy-két nehéz döntése, hogy kit játszasson jobb oldalon, pláne a jobblábas is sérült volt. De azért meg kell oldani ezt a feladatot, és én azt mondom, legalábbis úgy érzem, hogy az, aki valamennyit tud futballozni, azért meg tudja oldani a jobb oldali részt is. Igen, csak hát kicsit nehezebben elhangzott Lakatos Károly neve, nem ő ma már a TAC MB3-as labdarúgó csapatának edzője. Miért nem? Hát jogilag még ő. Mert jogilag a szerződésünk 1999. december 31-ig tart. De facto már nem. Gyakorlatilag mi rendeztük az ő járandóságát, és közös megegyezéssel
nem újítottuk meg a szerződést. Megkérdezhetem, hogy miért? Mert hát azért a városban ezt megkérdeznék az emberek. Persze, mi úgy ítéltük meg, hogy szakmailag semmi különösebb problémánk nem volt a Karcsival. Megítélésem szerint nagyon korrekt úriember, igazi sportember, de ide már kell egy kicsit több, egy kis vagányság, egy kis csibészség, olyan koncentráció készség, hogy a 92. percben ne veszítsünk el már 2 pontot, meg egyebek, és mi úgy láttuk, de az az érzésem, hogy a közös beszélgetés alapján a Karcsi is látta ezt, hogy nem tudja motiválni ezeket a gyerekeket. És úgy gondoltuk, mindenféleképpen szeretnénk, ha bemaradnánk ebbe az osztályba, hogy olyan embert kell hozni, aki nagyobb motivációt tud adni a csapatnak. Hangsúlyozni kívánom, hogy teljes barátságba váltunk el, jellemző, ellentétben a magyar szokásoktól, hogy az edzőt már rég kirúgják, és utána jön az új edző. Itt gyakorlatilag azon az utolsó szakosztályi érteküzletünkön ott volt a egyik edző is, meg ott volt a másik edző is. Nagy Győző, az új edző. Mit tudsz róla, Lajos? Mert hát mindenki tudja, nyíltitok, hogy ő a régi új edző, jól tudom? Igen, már az első szezon után ő vette át a stafétát a Marosi Lacitól. Hát régóta edző, már Tatabányán fotballoztam, már ott a juniorba ő volt a trénerem. Kemény hát ember, elég kemény ember, de meg is kell fogni a csapatot, én azt mondom. Kell csinálni egy jó kemény alapozást, amit 10-én, január 10-én el is kezdünk, és bízunk benne, hogy szép eredmények lesznek. Hát akkor azt hiszem, hogy majdnem mindenről beszéltünk, azért azt még szeretnék. Még egyetlen egy dolgot azért szeretnék megemlíteni. Szóval mi alapvetően büszkék vagyunk arra, hogy Tata és Tata környéki gyerekek vannak itt, mert nem úgy van, mint mondjuk Esztergomba, hogy 8-an járnak le Budapestről futballozni, vagy Szabadegyházán, meg egyéb helyen, hogy Székesfehérváról jár le a csapat. Nem akarom én ezt ragozni. Ezek a gyerekek mind ideok. Még annyit szeretnék megemlíteni, hogy büszkék vagyunk a ifjúsági csapatunkra, igen, aki sokáig vezette ennek a Duna csoportnak az ifjúsági bajnokság tabelláját, csak azért szakadtunk most lejjebb, mert az ifjúsági csapatból 2-3 ember ki lett véve sérülések, meg egyebek miatt, és az első csapat keretébe volt, és nem tudtak ott játszani, és alapvetően a jövő szempontjából egy nagyon döntő dolog, hogy mindig legyen itt olyan ifjúsági csapat, akiből 1-2-t vagy esetleg 3 embert 1-2 év alatt be lehet ebbe a csapatba tenni, és gyakorlatilag olyan játékosunk van, ugye a Török Balázs, aki azt mondta, hogy ő itt szeretne a TASZ-ba fotballozni. Láttuk, hogy le volt gyengülve, ugye nem szokott ehhez az edzőshez, de gyakorlatilag egy fél év után fölküzdöttem magát, hogy az első csapat keretében, és az is egy figyelemre méltó dolog, hogy ebben az ifjúsági bajnokságban a gólkirályságot ő vezeti, mert 15 gólt rúgott. Hát az jól jönne most a felnőtt csapatban is. Fog jönni. Igen, tehát valószínű. Látjuk egyébként, és éppen a terembajnokságban, ahol majd később szó lesz róla, hogy a Fásli FC egészen maga biztosan vezeti a tabellát. Tehát nem titok, hogy a Fásli FC a Tacembi Ármos labdarúgó csapatának egy tagjaiból része áll. A másik része meg máshogy futballozik. A harmadik része meg máshol. Igen, azért melegszik a szakosztályvezető szíve, gondolom. Mi lesz velünk tavasszal? Azt szeretném hallani, bent maradunk, a 9-ben nem maradunk? Én úgy gondolom, hogy biztos bent maradunk. A tabella szerint 12. helyet foglaljuk, és sok pontot nem veszíthetünk, úgyhogy stabilan a 8 közöttben kell lenni mindenféleképpen. Hát reméljük, tavasszal ott leszünk, kint leszünk. Megköszönöm az uraknak, hogy befáradtak a stúdióba. Jó pihenést, jó szórakozást a teremfoci bajnokságban, és természetesen kellemes ünnepeket a labdarúgó szakosztály valamennyi sportolójának, a serdülőknek is, mert őróluk nem beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy befáradtak. Még mindig foci, de most már kézilabdával megspékelve, Tatabányán a hétvégén lucanapi kézi és foci gálát rendeztek, tatabányai kollégáink műsorát, anyagát láthatják. Városi szuperrangadóval kezdődött a második lucanapi sportgála, melynek első felvonása a kispályás bajnokság első két helyezettjének, a Reiser Csavardak és a CCBT-nek összecsapása volt.
A meccset ezzel a halászi fejessel a kék-fehér Reiser, a parkbajnoka nyerte, és ezt a Bárdos gimnázium táncosai kellően meg is ünnepelték. Amíg Vince Pilu és a többiek az utolsó másodperceket hajtották a pályán, a csarnokba megérkeztek a Lombard FC Tatabánya futballistái, akik kedvenc masszőrük kedvéért jöttek el. Sándor Imre Gyúró a Tubi című könyvét mutatták be. Azt az életregényt, melynek megírásában Petrik József újságíró és V. Csoma Éva szerkesztő segítette a csupaszív Tubi bácsit, aki végtelenül boldogan osztogatta az autogramokat. Nagyon boldog vagyok, mert nagyon sokan vásárolták meg a könyvemet, úgyhogy autogramot folyakosra írtam az ujjamat. Nem bánom, vállalom, még két ujjal is írom, csak minél több fogjon el. Nagyon boldog vagyok, és most látom a tatabányai emberek szeretetét azokból, akiket idáig nem is nagyon ismertem. Tubi bácsi tehát ezen a délutánon ismerkedett, míg a pályára új nevek érkeztek. A második mérkőzésre stílust váltottak a szervezők, ugyanis nem foci, hanem kézilabda meccs várt a TBSC öregfiaira és a megyei öregfiú válogatottra. Aztán a két csapatban feltűntek a nagyok. A pályán Kanyó, Marosi, Pánovics és a többiek, még a padon Kontra, Simó vagy Kaló. A buli meccsen szikrázó csatában nyert az egykori TBSC-s játékosok csapata. 19-16 lett a vége. Az árófelvonást kísérte a legnagyobb figyelem. Az Alfadat Press Fair Media Kft. Szervezői ügyeltek arra, hogy színvonalas meccsel koronázzák meg a második Luca napi sportgálát. A TBSC öregfiúk csapatának ellenfelei ugyanis Tubi Gyúró egykori alanyai, az 1986-os magyar labdarúgó válogatott tagjai voltak. A Szekér Csapó Hegyi Schmidt Plotár Vince összeállítású volt bányásznak, a Diszl Sallai Garaba Nagy Antal Eszterházi Kiprik összeállítású egykori válogatott volt az ellenfele. A 2x15 perces örömfoci végeredményét két nagy korszak, két nagy tatabányai játékosa döntötte el. A kékeknél Csapó Károly egyenlítette ki a sárga-feketékkel paktáló Kiprik József fejes gólját, így igazságos döntetlen született. Mind a két csapatnak szurkoltam, eredmény is megmutatja, hogy egy-egy lett, boldog vagyok, és egyik szemem sír, másik nevet, úgyhogy ezt nem kellett használnom, így boldog vagyok, hogy mind a két csapat a megelégedésre jó küzdött, és ha ezeket a játékosokat az Isten megsegítene, és meg tudnám fiatalítani, akkor nagyon gazdag ember lehetnék ebben az országban. Sikerült olyan sportolókat megnyerni ennek az eseménynek, akik reméltem büszke lehet a megye, illetve hát Tatabánya, hiszen színre lépett itt a kézilabdások közül a megye válogatott öregfiúk, és hát a tatabányai egykori nagy sikereket elért csapat. Ma már öregfiúknak mondott csapata. Érdeklődéssel elégedettek a szervezők, vagy lehetett volna nagyobb is? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évben egy kicsikét többen jöttek el megnézni ezt a rendezvényt. Szerettem volna, hogyha sokan látják mindazt a szép sport értéket, amit az itt jelenlévők képviseltek, de hát nem tudom, hogy minek köszönhető, hogy többen azt választották, hogy ma otthon maradnak, lehet, hogy ezüst vasárnap, lehet, hogy vasárnap délután, de ez az egy időpont állt rendelkezésünkre, hogy megszervezzük a Luca napi sportgálát, hiszen 13-a az adott. És végül is a kevesebb nézővel kevesebb is a bevétel, amit felajánlottak ismét. Azt gondolom, hogy ez most nem így van szerencsére, hiszen nagyon sokan támogatták ezt az eseményt, azon túl, hogy itt a belépőjegyet megváltották, tehát amikor mi elkezdtük a mai napot, akkor már bizony 100 000-es nagyságrendben tudhatjuk a számlán a támogatási összeget, tehát szerencsére ebben az évben nem csak a két gyerekintézményt tudjuk majd egy kis karácsonyi meglepetéssel örömet szerezni, hanem a tatabányán élő idős elesett embereknek is apró ajándékkal tudunk kedveskedni, illetve hát megemlékezni róluk. Köszönhető ez a sportnak. Köszönhető ez a sportnak. Én azt gondolom, hogy az Alfadat Press Kft. Mindig is igyekezett a sportot és a gazdasági életet valahogy összehozni, hiszen valamennyi rendezvényünkön valamilyen szerepet kapott a sport. És én mindenképpen szeretném erősíteni ezt, azt gondolom, hogy másoknak is talán közelebb kellene kerülni, hiszen
kölcsönösen tudnak egymásnak adni, és meg kell teremteni azokat az alkalmakat, amikor a vállalkozók, a nézők, a sportolók egy kicsikét közelebb kerülnek egymáshoz, könnyedebb és lazább körülmények között, nem csak a bajnokságokon, a nézőtéren, amikor kemény harc folyik a pontokért, ahol ugye pénzben számítanak minden egyes megszerzett pontot, hanem ilyenkor, amikor önfeledten csak sport van, csak szórakozás van, és ez még párosulhat jótékony célokkal is. Kezemben van egy sporthír, nem is egy, hanem kettő. Pécsett kadett női világbajnoki válogató párbajtőrverseny volt. 16 klub 90 versenyzője között 5 mireltárs is ott volt. Hárman a döntőbe jutásért vívhattak. Istvándi Csilla a rangelső ranglista vezető révésztől kikapott. Koller viharos körülmények között egy értékelést, egy találatot földszúrásnak minősített a zsűri. Szintén kiesett viszont Laborc Izabella magabiztosan versenyzett, és végül a második lett. Továbbra is versenyben van Izabella a chicagói VB-re való kiküldetésért. Még egy hír, több utánpótlás versenyzőt is díjaztak, és a sportág legjobbait is díjazták az elmúlt héten Tatabányán. Szépség tapaszt, hogy kicsit fáj nekünk, hogy a tatai televíziót a tatabányai közösségi tévével együtt elfelejtették meghívni erre az eseményre, úgy így nem tudunk tudósítani arról, hogy mely tatai versenyzők részesültek díjazásban és kitüntetésben. Nemrég érkezett a hír, hogy kézilabda mérkőzés volt Tatabányán, Magyar Kupa meccsen, TKC Pécs 28-22. A folytatás az már a jelentés szerint már csak jövőre lesz. Még egy előzetes a kezemben, bár kicsit később lesz, szilveszterkor nevezetesen. A Mini Maraton Közalapítvány, az önkormányzati hivatal és a felnőtt utazó klubja december 31-én hívja pénteken 10 órára a szilveszteri futóversenyre a kajakházhoz. A vállalkozókat, itt van a rajt és a cél, forró teja várja az indulókat, Lentulai Mária és Horváth Zoltán ad felvilágosítást ezügyben. A hétvégén szombaton és vasárnap folytatódott a TAC által rendezett városi teremlabdarúgó bajnokság, mégpedig a harmadik fordulóval mi szombaton látogattunk ezúttal ki. Az első találkozón Vindics Rezső bíráskodása mellett az Ammonites ellen a piros mezes árthat gyorsan bemutatkozott. Szép támadás végén Torma Gábor, aki 9-essel játszott, kétszer is beköszönt az Ammonites portásának, Barassó Zsoltnak. Milyen játékosok játszanak nálatok? Hát a megye majdnem szinte minden részéről vannak játékosaink. Tata, Tatabánya, Kömlő, Dad. Mi ez, baráti társaság? Hát végülis olyan foci barátság az egész. A csapat nagy része már játszott együtt nagy pályán, több helyen. Hol? Baj, Kömlőd. Aha. És ki a nagy menő? Hát végülis nem sztárokból állunk, de azért. Tudom, és van a csatárunk a Torma Gábor. Ő is utolsó pillanatban szállt be, de hát egy nagyon jó. Az első meccsen a Kutya Ütökézi Suli ellen játszottunk, hát egy elég szerencsétlen meccsünk volt. Rúgtunk 12-13 kapufát, a kapusuk szenzációsan védett, egyszerűen nem jött ki. Hol akartok végezni? Hát, és nehéz, mert a helyosztóknak egyenes kiesés rendszer, minden bármi lehet, hát de azért az első hatban mindenképpen. Rott, Daróci, majd Torma újabb találata egyértelművé tette az árthat ártalmát. A piros-fehérek szinte a tetszés szerint használták ki a lehetőségeiket. Az Ammonites csapatkapitánya Kovács Krisztián csak a második félidő elején tudta megszerezni az első, a becsület gólt. Ammonites, kik játszanak nálatok? Hát a tardosi felnőtt és Dunaszterni kocsi felnőtt játékosok. A Vizsnyovszki Zoltán, Horváth Vilmos, Müssz Szabó, Schmidt Roland. Hogy kezdtétek ezt a bajnokságot? Hát úgy, hogy többször indultunk már kismás tornákon. Itt a Városi Műfűves és a Városi Fűves bajnokságban is ott harmadikak lettünk, és akkor mondtuk, hogy ide is eljövünk játszani egy jót. Hogyan sikerült az első két meccs? Hát ilyen felemásra, hogy az első fordulóban nyertünk 5-3-ra, másik fordulóban kaptunk 6-1-re, de elég felemás. Mi az erősségetek? Hát, nem tudom. Ki a gólvágótok? A Vizsnyovszki Zoltán. Ő játszik valahol? Ő tardos felnőtt. És a mostani ellenfél egy kicsit elhúzott tőletek, mi ennek az oka? Nem futunk eleget, nem passzolunk, minden csak hívelgetünk, meg magas emberek, elfejerek, mindent azt lekontráznak. És miért nem változtattok rajta? Nem akarnak, nem tudom, nem fut. Hogy nem az igazi. Minek szánjátok ezt a bajnokságot? Hát ez felkészülésre, hát ugye a tavaszi bajnokságra, a játékosokat, hogy a teletnek kelljen kihagyni futballnélkül.
A mérkőzés végére feltámadt az Ammonites. A 4-es számú Lengyel Zsolt és a 10-essel játszó az előbb említett Wisnyowski vezetésével megpróbálták szorosabbá tenni a meccset. A túlsó oldalon azonban nagyon jó focisták játszottak. Torma mellett a 12-es Ligacs Béla és Vörös gondoskodott a közönség szórakozásáról. Torma, valamint Rottenberger újabb góljával már 7-1 volt az eredmény az árthat javára. Az utolsó 5 percben pedig a pirosfehérek újabb helyzeteket dolgoztak ki, igaz, ki is hagyták. A vége pedig 7-1-es megérdemelt árthat győzelem. A következő találkozón vasárnap kora délután a Fepaco és a Kelet-Timor játszott. A Fepacóban Mikóczi István, a borász ezúttal a labdát igyekezett kezelni. A kékfehéreken látszott, hogy nem most kezdték el a focit. A Fepacóban elsősorban naszály játékosok játszanak, 3 zsámbéki vendégjátékos, és hát az én családom. És az idősebb generáció, jól érzed? Igen, hát van egy-két fiatal, de az öme idősebb, igen. Hogyan kezdtétek a bajnokságot, milyen meccseket játszottatok eddig? Hát eddig sikerült mind a kettő meccseket megnyerni, de hát ez nem jelent még van nagyon különösebben semmit, mert az erőlistát nem ismerjük még pontosan. Kiben bíztok a csapatban? Hát nagyon bízunk a zsámbéki sorunkban, és a két naszályi fiatal. A zsámbéki sor a Domokos Balázs, a Miklósi Ferenc és a Bátori István. Naszájról pedig a két fiatal, a Bécsi Gábor és a Süveg Gábor. És a mai csapat, a mai ellenfélről mit tudtok? Hát a mai ellenfél egy személyek képességű ellenfél, remélem jó mérkőzés fogunk velük játszani. A mérkőzés előtt a Kelet-timoriak is reménykedtek, sőt, Szobi Géza mondása egy kicsit, mintha felpaprikázta volna őket, hiszen Weiss a fiatalabbaknak szerezte meg a vezetést. A csapat egy baráti társaság. Ez a Gesztenyefasor tömbökben, akik lakunk, összejöttünk, beneveztünk, játszunk egyet. Fele csapat már játszott együtt, most új emberekkel is próbálunk erősíteni. Hát lényeg a játék, ennyi. Az eredményeket, ha nézzük, akkor nem volt nagy sikereketek eddig, mert? Hát még nem állt össze a csapat. 2 meccs, 2 vereség? Hát igen. Ebből még lehet jobb is. Kezdünk úgy érzem egy kicsit jobban játszani. Nem akarlak feltűzelni benneteket, de az ellenfél, a Fepaco csapatkapitány azt mondta, hogy egy viszonylag gyengébb tudású játékosokból álló csapattal került szembe, hogy a sima győzelmet vár. Te mit mondasz? Hát én egy szoros mérkőzést várok. A Kelet-timoriaknál Akács, Fellegi, Orbántas, Horváth, Liptai és Pörtl játszott, csereként Antalic, Tóth és Baktai szállt be. A Fepaco Süveg elsőre még nagy kapufát lőtt, majd a félpályáról ismételt, és a bombagól meghozta számukra az egyenlítést. Annyira belejöttek, hogy a 4-es számú Miklós gólja már a vezetést jelentette nekik. Csak Akács nagy védései akadályozták meg a lilák további góljait. A nagyhajtásban egy-egy keményebb szerelés is belecsúszott. Szerencsére a PMB-s asszisztens dr. Répási ura a helyzetnek. Szünet után megint 4-es a góllövő, de most a túlsó oldalon. Baktai jön be, és fogadhatja is rögtön a gratulációkat. Evés közben jön meg az étvágy. Horváth a Kelet-timoriakat juttatja előnyhöz. Ez alaposan felpaprikázza a Fepacót, és Bécsi megint egalizál. A csapatvezető Szobi Géza úgy érzi, hogy most kell beavatkoznia, és a kígyótéről lőtt góllal visszaadja a reményt fiainak, amit tovább növelnek a kékek, és a vége 5-3 a Fepaco javára. A bajnokságban a Sisi Modell és a Fásli FC vezet, az előbb itt már mondtam a stúdióbeszélgetés folyamán, tehát az A, illetve B csoportnak az első helyezettje. A góllövő listát Bombic Tamás és Csáki Csaba vezeti, ezen a hétvégén megint forduló lesz. Eddig tartott ma esti adásunk, ne feledjék, holnap 9 órától élő testületülés közvetítés lesz, aztán 17 órától a közmeghallgatást láthatják a Tatai Televízióban. Adásunkat a tegnapival együtt csütörtökön 9 és 17 órakor ismételjük meg. Kollégáim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!